Mivel rengeteg kérdés érkezett a Biblia felfedező programmal kapcsolatban, így azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb az lesz, hogyha egy videóban mind az összeset lerendezzük. Vágjunk is bele akkor, hogy hogyan lehet megszerezni ezt a programot. A mobilbiblia.hu oldalról le lehet tölteni ingyenesen ráadásul. Elérhető mindenféle asztali gépre, Windows, Linux vagy Mac, ugyanúgy Android verzió, vagy pedig iPhone verzió szintén megszerezhető innen. Az oldalnak van magyar nyelvű verziója, amit itt a jobb felső sarokban lehet kiválasztani. A fő oldalról egyébként mindenki le is tudja tölteni a készülékének megfelelő verziót, itt találhatók ezek a gombok. De ha nem, akkor a letöltés fül alatt megjelenik ugyanez, de az iPhonehoz vagy az iPadhez itt nem lehet rendelni. Ha lejjebb görgetünk, akkor láthatjuk ezt az űrlapot, amit ki kell csak töltenünk, kiválasztva azokat a könyveket, szótárakat, amelyek szimpatikusak számunkra. Ezek egyébként mindegyike megtalálható a videókban, úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek, hogy az összeset egybe töltse le. Ez az alapprogram 2000 forint. Kereszthivatkozások, ez a görög-magyar szótár az első, a második verziója. Ez a Héber magyar, Gesinius, és ez a Brand Driver Briggs verziója a Héber magyar szótár. Ez mellett a bibliai térképek modul is megtalálható. Ha valaki csomagban szeretné megszerezni, úgy, hogy a Gesinius is benne legyen, 12 000 forint 17 helyett, ha a Brand Driver briggs el akkor ugyanennyibe kerül, de ha az összes egyben 22 ezer helyett 14 000 forint. Szóval még egyszer röviden elmagyarázom ugyanezt a dolgot, ez a profi csomag, amiben megtalálható az összes fent említett modó, 14 ezer forint, ha valakinek a Brown Driver Bricks kell, az 12, ha a Gesinius, az szintén 12, abból kimarad a Brown Driver Bricks, vagy a másikból a Gesinius, ezek ugye a Héber szótárok, térkép, a két ógörög magyar szótár, kereszthivatkozások és az alapprogram. Ez a többi így szemét, ez Kenneth Hagennek a különböző munkái, ez gyakorlatilag gyújtós, de ezzel nem is kell foglalkozni. E-mail cím, név, város, utcaházszám, irányítószám kell, telefonszám. Végül pedig itt tudja megrendelni mindenki ezt a csomagot. Kétféle módon lehet fizetni, Paypalon keresztül, vagy pedig hagyományos utalással. E-mailt fog mindenki kapni, benne lesz egy fizetési link, azután pedig értelemszerűen megy minden tovább. E-mailben fogjuk megkapni az élesítéshez szükséges adatokat, terméksorszámokat, külföldről bankkártyás vagy PayPalos fizetési módot lehet választani, úgy értik, hogy Magyarországhoz képest külföldről. Aki iPhone-ra vagy iPad-re szeretné megszerezni ugyanezt, annak el kell látogatnia az App Store-ba. Ennek annyi az előnye, hogy minden saját iPhone vagy iPad eszközön élesíthető ez a program egyébként csak két eszközön tudjuk használni. Szóval, ha megrendeljük a számítógépen és egy telefonon, vagy a telefonon és egy tableten, de nem több, mint két különböző készüléken. Programot letölthetjük természetesen erről a fülről is, melynek neve letöltés, és innen megszerezhetjük Windowsra, Mac OS-hez, vagy pedig a linux Linuxhoz. Nézzük meg ezeket a modulokat részletesebben akkor, hogyha esetleg valakit érdekel. Az első a Biblia alapprogram kényelmi és Biblia tanulmányozási kiegészítése. Ha rákattintunk erre a kék, aláhúzott szövegre, akkor eljutunk ide, letölthető innen a PC, Android vagy a Mac verzió, és egy rövid leírást is találunk erről a modulról, itt vannak azok a funkciók, amelyek elérhetők ezen keresztül. Ezek a kényelmet szolgálják, lényegében én igazából nem is tudom, hogy mi mit csinál, a nagyját ennek nem használom, de nem lehet enélkül a többit megvenni, úgyhogy mivel része a csomagnak, megvan. A keresés talán az, amire felhívnám a figyelmet, de egyébként a többi szerintem annyira nem fontos, úgyis benne lesz, aztán majd mindenki felfedezi magának ezeket. Amikor megnézzük a programot részletesen, akkor úgyis megmutatom, hogy mik azok, amiket én használok. Bár a videóból szerintem ez egyértelmű. Következő a kereszthivatkozás rendszerek modul, ez szerintem mindenki ismeri, ugyanúgy az aláhúzott kék szövegre rá kell kattintani, és akkor az elvezet minket erre az oldalra, aztán innen le tudjuk tölteni. PC, Mac, Android vagy iPhone verzió. Ez aztán a jól ismert kereszthivatkozási rendszer, melyet a Károli Gáspár fordítású biblia hivatkozásai alapján készítettek el, illetve a Nave lexikon hivatkozásai alapján. Ez a gom kereszt hivatkozása, akit jobb felül található, vagy pedig az alt plusz 7-es karakterekkel hozható elő. Itt megtalálhatjuk elkülönítve a Károli, illetve a Náve kereszt Rákattintunk a kiszemelt versre, ez ugye Máté 5.17, akkor ugye pirossal jelzít nekem, de mindenki beállítgatja magának, hogy milyen színűre szeretné, alapból világoskék és amelyik verset vizsgáljuk, az piros az ehhez tartozó keresztivatkozásokat pedig megjeleníti ez a billentyű itt, és aztán itt olvashatjuk azt, amit jól ismerünk a Károli féle Bibliából. Ha rajta hagyjuk a kurzort, akkor pedig ugye megjeleníti azt a szöveget, amelyet ez itt magába foglal, ez mondjuk Debrim 5.6.21, és akkor láthatjuk itt az egészet, nem kell elmennünk oda és megnézni. El van különítve úgy is, hogy ez az első néhány ugye az igéket mondván, és a másik pedig, hanem inkább, hogy betöltsem részre vonatkozó kereszt hivatkozásokat mutatja meg nekünk. A náve természetesen angol nyelvű, és itt különböző témákat találunk, ez ugye a másiák, az ő missziójáról, judaizmusról, akkor ezután a törvényről, Elohim szaváról, és a többi, és a többi, itt szintén elég, hogyha csak rávisszük ezt a nyilat, és utána megmutatja nekünk, hogy mi az, amit ők ide tartozónak vélnek. Ez tehát a kereszthivatkozás rendszerek modó, meg 2000 forint. Következő az új szövetségi ógörög magyar szótár egyes verziója, ez 4000 forint, azután pedig az új szövetségi ógörög magyar szótár második verziója, ami 5000 forint, ez egy új egyébként. Ha valaki komolyan gondolja ezt az egészet, akkor szüksége lesz mind a két ógörög magyarra és óhéber magyarra, úgy is, szóval fölösleges gondolkozni, meg válogatni, hogy melyiket ezen a 2000 forinton, ugye itt annyi a különbség, nem hiszem, hogy múlni fog bármi is. Dr. Gül Tiborni, Eszter, illetve Zsidó Miklós munkája, ez az ógörög magyar szótár, amihez természetesen a Strong párosítás is hozzá tartozik, aki esetleg nem ismeri a Strong szótárat, illetve konkordanciát, mindjárt meg fogom mutatni. De ha rákattintottunk már erre a részre itt, utána megjelenik ez az oldal, itt pedig letölthetjük ugyanúgy, ahogy az összes többi esetében PC, Mac, Android vagy pedig iPhone. Ez a második verzió az első alapján készült ennek az A dolgozott bővített kiadása. Lektorálásra került az első, ki lettek bővítve a jelentések, ige helyekkel is ki lett bővítve, felesleges információk ki lettek szűrve, illetve a szeptolgintában előforduló jelentésekkel ki lett egészítve. Nagyszerű, hogy a főnevek és melléknevek szótári alakjait is feltüntették, illetve a jelentések sorrendjét az új szövetségi előfordulások gyakoriságához igazították hozzá. Az ógörök szavak magyar átírását pedig a magyar kiejtés szabályaihoz igazították. Ahogy mondtam, mivel benne van a csomagban, ezért mind a kettőt úgy is meg fogja kapni az ember, de ha valaki külön-külön szeretné vásárolgatni ezeket, akkor is érdemes mind a kettőt megvenni, ugyanis más információ található a kettőben, és szerintem nincs olyan, hogy felesleges információ az egyes, az újabb verzió egyértelműen jobb, de a régiben sokszor én felfedeztem olyan információkat, amik hasznosak voltak számomra. Egyébként sorrendben fogja kiadni, G3551 az első, ez az új verzió a szótának, tehát a második ógorög-magyar szótár, és ez pedig itt a régebbi verzió, az ógörög magyar szótár egyes verziója az, ami másodjára következik. Ha meg akarjuk nézni a, például a betöltsem szót, akkor egyszerűen csak rákattintunk a szóra, és akkor kiadja ezen az információ ablakban az ógörög magyar szótár. Az első, ahogy mondtam, az új verziója, a második pedig a régebbi. Későbbiekben még fogunk foglalkozni, hogy hogyan használjuk ezt, a funkciót és az ablakot, de egyelőre maradjunk meg még az alpoknál. Következő az óhéber magyar, ez a Gesinius az egyik, és ez pedig a Brand Driver Briggs a második. Ugyanúgy rákattintunk az aláhúzott szövegre, megjelenik az ablak, ahonnan letölthető mind a három verzió. A Gesinius az német területen, a Brown Driver Briggs viszont Amerikában terjedt el, illetve ott készült. Két szótár lényegében azonos koncepciót követ. Ami érdekes lehet az az, hogy a transliteráció, mondjuk az Elohim esetében, annyit tesz, hogy a betűket átírták magyarra, ami a legmegfelelőbb volt, de a kiejtés az nem feltétlenül tükrözi azt, ahogyan ezt a szót ki kell ejteni a valóságban. Ez köszönhető annak, hogy a Héberben nincsen magánhangzó, csak néhány karakter, ami magánhangzóként funkcionál, bizonyos esetekben azonban van egy ilyen nakut rendszer, ezek a pontok, amik segítenek a kiejtésben, és meghatározzák azt, hogy milyen karaktereket kell ejtenünk a betűk helyén, illetve azok után. Úgyhogy ez a zárójelbe tett szó itt, ez a transliteráció, ez nem minden esetben egyezik meg a kiejtéssel, amit itt találunk meg a szó leírásának végénél. A BDB szerkesztőinek alapelvét követve a szócik gyakorisági sorrendben adja vissza a Héber szó magyar jelentéseit. Törekedtek arra a magyar szerzők, hogy lehetőleg minél több szinonimával segítsék a Héber kifejezés körvonalazását. A szokatlan előfordulásokra, grammatikai vagy szemantikai értelemben konkrét szöveghely megadásával hivatkoztak. Tehát, ha valami eltér attól, amit általában jelent az a szó, akkor megadták azt a helyet, ahol abban az értelemben használják, így megnézhetjük a szövegkörnyezetet, és akkor abból plusz információt tudunk leszűrni. Ha megnézzük például itt a H7307 szót, ez a ruach, akkor láthatjuk azt, hogy jobb 7-es fejezet 7-es versben értéktelen dolgot jelent, úgyhogy itt például ez egy olyan jelentés, legalábbis olyas fajta, vagy pedig Mózes másik könyvében, 31-es fejezet 3-as versben rövid szellemként szerepel türelmetlenséget jelent. A fizikája, vagy az Ikea 42-es fejezet 16-os versben pedig oldalt vagy égtája. Ha ezeket összeadjuk, ezeket a jelentéseket ahhoz, amit alapból jelent a ruach, úgy mint lehellet, vagy szellőszél fuvallat, akkor egy sokkal árnyaltabb definíciót fogunk kapni. Rengeteg egyéb információt megtalálhatunk még ezen az oldalon, akit érdekel olvassa el, ugye ezzel a szótárral kapcsolatban. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, az pedig az, hogy a két szótár modul, úgy mint a Gesinius és a BDB párhuzamos követése során olykor éles ellentétek is felszínre kerülnek. Ezeknek az oka az, hogy az első modul alapját képező Gesinius műve a sémi nyelvészet megújulásának korszaka előtt, még a BDB ezen korszakot követően látott napvilág. Az eltérések rámutatnak tehát mely területeken, milyen vonatkozásban bővült időközben az ismeret anyag. Ez tehát a Gesenius, innen lehet letölteni, ez pedig a BDB vagy a Brand Driver Briggs, és hogyha rákattintunk, akkor szintén meg lehet vásárolni minden platformra. Ezt láthatta már mindenki a videókban számos alkalommal. Ez az információ ablak, amit egyébként alakíthatunk bárhogy, ami szimpatikus, én csak azért szoktam így beállítani, mert így egyszerre tudjuk nézni magát a szöveget, illetve az információ ablakot párhuzamosan egymás mellett. Az első, ami megjelenik, ez a BDB, vagy a Brand Driver Bricks, és a másik pedig, ugye ez ide is van írva, a második pedig a Gesinius. Alul még megtalálhatjuk azt, hogyha különböző szavakra rákattintunk, ugye utána mindegyik szótárban megnézhetjük, ez például a sötétség, a BNF szótárban, ez a bibliai nevek és fogalmak szótára, aztán itt ugye mindenféle dolgokat megtudunk a sötétséggel kapcsolatban. Fellopozás mindegyik szótárban, én erre hívnám fel a figyelmet, ha erre rákattintunk, akkor az összes létező szótárat kiadja, amiben megtalálható a H2822. Természetesen a Brand Driver Briggs, ugyanúgy megadja itt ez a Hebrew Greek, ez pedig a beré a görög megfelelője lesz ennek a szónak, ezt is ismételg hasek, a sötétség, és itt láthatjuk, hogy milyen kifejezéseket használ a beré a hasek sötétség kifejezésére. Ez mind az, ugye a G3509, szóval a G szám utáni szavak, amik a beré vagy a megújult vagy új szövetségben használatosak például itt a sötétség megnevezésére. Megnézhetjük angolul, ha érdekel valakit, ez a strong, azután pedig ez itt a strong magyar, ami egyébként nem más, mint a Brand Driver Briggs, vagy pedig a Gesenius. De amennyiben több szótárban előfordul ez a kifejezés, akkor nyilván itt a felsorolásban több lesz. Még egyszer nézzük meg villámgyorsan, mondjuk az éjszaka szót, ez Lail vagy Laila, és akkor megnézzük az elsőt, láthatjuk, hogy ez a Brand Driver Briggs, a második a Gesinius, azután, ha még lejjebb görgetünk, akkor éjszaka, fellapozás mindegyik szótárban, nekem a fordításablak ablak nincs, szóval fellapozás mindegyik szótárban, ezután ki fogja adni ezeket, viszont szépen lassan kattingatni kell, és akkor meg fogja találni a megfelelő szótár. Azután a H3915 fellapozás mindegyik szótárban, és így Ugye kiadja ezeket, amiket már néztünk az előbb. Ezen kívül, ha a jobb gombbal rákattintunk a strong számra, ami ez a H vagy G, hogyha az új szövetséget nézzük, akkor szintén elérhetővé válik számos opció számunkra. Ez ugyanúgy működik a beréharsában, a görög szótárban is. De mielőtt teljesen elvesznénk a Biblia felfedezőben, nézzük még meg ezt az utolsót, ez a bibliai térképek modul, ugyanúgy az aláhúzott szövegre rákattintunk, elvisz el az oldalra, bibliai térképek, megták a leírást, megvásárolhatjuk a különböző verziókat. Kb. 1000 ismert történelmi helyet tartalmaz az adatbázis, és ez a Bibliával párhuzamosan megjeleníthető, ahogy azt látátok már a videókban. Ráadásul úgy, hogy a fejezetben, Amelyeket használjuk, említett helyeket, illetve ismertebb földrajzi jelenségeket fogja ábrázolni az a térkép. Ha ezt akarjuk előszedni, akkor a kereszthivatkozások mellett található a térkép gomb, megnyomjuk, és akkor utána már is rendelkezésünkre áll a térkép. Ha fel akarjuk nagyítani, akkor ezt a két nyilat használhatjuk. Teljes képernyőre, a görgővel tudunk zoomolni, most itt ebben az esetben nincsen hely megjelölve, illetve a tudjuk mozgatni a vizsgált területet. Vagy pedig ezekkel a nyilakkal és gombokkal is tudjuk variálni, hogy ha akarunk zoomolni rá, vagy kizumolni. Próbálok keresni egy olyan térképet, így van, itt például láthatóak helyek, attól függően, hogy mi az, ami történik ugye az írásokban. Galilea, Szamária vagy Samária, Jerusalem és Szodoma látható a térképen, ha meg akarjuk nézni nagyba, akkor el tudjuk húzni, és kizumolunk, akkor láthatjuk, hogy hol is járunk gyakorlatilag a világban. Térképen természetesen változtatgathatjuk, hogy mi az, ami megjelenjen, ezt pedig itt láthatjuk a különböző rétegeket, amennyiben kipipáljuk, akkor az megjelenik, amelyben pedig nem, akkor természetesen nem fog látszani. Mutatok erre egy példát, itt van az ígéret földje, hogyha kipipáljuk, megjelenik az ígéret földje. Majdnem így van, de azt mondta ugye, hogy a Nílustól az Eufrát teszik, ami ennél jóval nagyobb. De nézzük, az ígéret földje, a föld, amely hátra marad, ezek után a törzsi területek határait is bemutatja, majd pedig Saul királyságát, Pá vagy Saul útját, az első missziós útját, a másodikat, a harmadikat. Szóval amit akarunk, megjeleníthetjük ezen a térképen, hasznos azoknak, akik esetleg érdeklődnek ez iránt. Szerintem ennyi elég is lesz a technikai részéről, a Biblia felfedezőnek egyáltalán nem bonyolult, sőt szerintem nehéz lett volna ennél egyszerűbben összeszerkeszteni ezt az egész programot. A használata, illetve az alapvető beállítások az egy másik kérdés. Én nem nagyon szoktam változtatni, ezért Annyira nem vagyok ismerős az egész programban olyan értelemben, hogy mit hol lehet beállítani, de nézzük meg, hogy mi az, amire emlékszem. Ami szerintem mindenkinek a leges legfontosabb, ugye azután, hogy felinstalálta a programot, és azokat a modulokat, amelyeket megvásárolt, elindította, hogy milyen egyéb könyveket, szótárakat és modulokat szeretne még használni ezeken kívül. Ehhez hozzá a letöltésre kattintva, és itt megjelennek mondjuk az első a bibliai fordítások. Fel fog dobni néhányat, amelyet ajánl. Ezt ugye nem fogjuk megnézni. Aztán különböző nyelveket láthatunk a bibliáknál, úgy mint, hogy a magyar. Ezek általában ingyenesek, a nagy része. Ide van írva, hogy ingyenes, az természetesen ingyenes. Attól függ, hogy ki mennyit szeretne. Későbbiekben itt fognak ezek elhelyezkedni. Hogyha túl sok van, akkor vagy nem fog látszani, vagy pedig így egymás hegyén hátán van, meg amúgy se használja az ember. Én a magyarok közül, ezt mindenki tudja, a Károlit, a Kádit, a Szent István, ami a katolikus, és az arany verziót használom. Ha valakinek más, a, jaj, bocsánat, és a, ezt, ez pedig az izraelita magyar társulat, valami ilyesmi, ennek a verziója. De nincs jó rossz, kinek mi a szimpatikus, mit akar csinálni, attól függ mi a célja, ha a magyarokat szeretné összehasonlítani, akkor érdemes magyarokat telepíteni, ha meg nem, akkor több külföldi, attól függ ki, milyen nyelven beszél angolból, rengeteg van, ezek itt találhatók, valamilyen fizetni kell, de általában ezeknek is a nagy része ingyenes. Az angolokon túl, amire én felhívnám a figyelmet, az mindenképpen a görög, és abból is ez a bizánci, ez az új testamentum az eredeti görögben, ez ingyenes, ezt meg fogom mutatni mindjárt. A másik pedig a Septuagintának van egy verziója, az pedig ez itt, LXX Septuaginta. Ez pedig a Tanák, a bizánci pedig a Beri Ezt a kettőt én mindenképpen hozzáadnám. A Héberből is van négy darab, és hogyha jól emlékszem, akkor ez a modern Héber az, amit én használok, de ez elég körülményes, mert lelassítja magát a programot, úgyhogy ritkán, meg ugye nehéz is elboldogulni vele, úgyhogy én nem beszélek éberül. Aztán talál itt mindenféle nyelveken az ember bibliákat, cseh, dán, német és a többi, ami érdekli. Rákattintva a szótárakra, láthatjuk ugye azokat, amik már korábban is feltűntek. Többségük ezeknek szintén ingyenes, angol nyelvű, a nagyja, ugye 20 darab van, ez a BDB, de ezen kívül van számos másik. Én ezek közül is használok néhányat, csak megnézni a szavakat. A thayers mindenképpen ajánlom mindenkinek, itt van az ez, ez Joseph Henry Thayer, ez a Thayers görög lexikon. Amúgy mindegyik, hogyha valaki beszél angolul, mivel ingyenes, érdemes csak letöltögetni, beállítani, és aztán, ha kell, akkor használja, ha nem, nem. A kommentár az egy másik ügy. Ezek, azt hiszem, hogy... ez magyarul van, a Schofield jegyzet. Lehet, hogy ezt érdemes nézegetni néha, csak hogy összehasonlítsuk, hogy mi az, amit mondjuk a kereszténység gondol, vagy legalábbis annak a nagy része, ahhoz képest, ami esetleg le van írva. Az angol nyelvűek közt is van számos ilyen, ezek gyakorlatilag filozófiai, de leginkább teológiai művek, hogy hogyan is értelmezték bizonyos emberek az írásokat. Ezek után megtaláljuk az elkönyveket, ezeknek a nagy része az gyújtós, de végül is, hogyha valakit érdekel, akkor olvasgathatja ezt is. Kereszthivatkozások, ebből a Károli van, illetve a, a Náve. Hogyha megveszük a térkép modult, akkor abban benne lesz mind a négy, ami elérhető. És itt lehet audio bibliát importálni. Ez azt hiszem felolvassa, hogyha megvan. De nem tudom, hogy magyar nyelvű van-e. De van, ha jól látom, itt van. Ez a CD verzió importálásához segít fájl, ez pedig az internetes verzió importálásához segít fájl. Hogy hogy működik, fogalmam sincs, nem mentem ebbe bele. Az itt letöltött fordítások, szótárak és egyéb dolgok megjelennek azután ez alatt a fül alatt, ahol ez a sok könyv látható, vagy hát több könyv, itt van az összes rövidítve. Mindazok, amiket megrendeltünk, letöltöttünk, azokat itt megtaláljuk. Ezek többnyire lexikonok, szótárak, amiket itt láthattok, csak annak érdekében, hogy lássuk, hogy melyik szónak mi a jelentése. Nyilván minden szótár valami más árnyalatot ad hozzá. Nem mindegyik szótár, vagy lexikon, vagy konkordancia, de itt mindet egybe rakja a program. Ez a Vine, Ószövetség, Újszövetség szótára, Wesley, Smith, Strong. Ez talán érdekes lehet mindenkinek, ez ő, Josephus művei. Ez ugye Flavius Josifus, aki ismeri a teljes műve, William Wiston fordításában, hát ez szerintem felbecsülhetetlen értékű, ha valaki tud angolul, és, és ideje van, akkor mindenképpen érdemes böngészni itt-ott, de ez, ez egy időigényes folyamat. Ez a Nemzetközi Standard Biblia Enciklopédia, és akkor a lényeg az, hogy különböző szavaknak a jelentését meg tudjuk találni ebben a szótárakban. Mindjárt megpróbálok egy példát mutatni erre. Ha rákeresünk az óra vagy kifejezésen magog, ez angolul, akkor láthatjuk azt, hogy a BDB-ben talált hármat, és azután mutatja folyamatosan, hogy hol fordul elő ez a szó az összes szótárban, illetve ezekben a könyvekben, amiket mi kiválasztottunk, és akkor így szépen végmegyünk rajta, aztán amelyik érdekel minket, azt elolvassuk. A könyvvel kezdi, és akkor utána a bejegyzést láthatjuk. Smith, Strong, Thayer, Wesley mind írnak magogról, és akkor így Hogyha kutatni szeretnénk bizonyos szavakat, csak beírjuk ide a keresőbe. Így, így néz ki a kereső, ugye itt láthatjuk magát a, az írásokat. Ez a kereső, beírjuk ide, amit akarunk, és aztán rámegyünk arra, hogy összes szótár, minden, és akkor ő keres, megtalálja, az eredményeket pedig itt felsorolja szépen. Ha csak egy szótárat szeretnénk, kiválasztjuk azt, mondjuk a Thayer, és az ez lesz fellapozás a szótárban, és megtaláljuk, hogy magog hol szerepel. Ez természetesen működik magyarul is, mondjuk ha beírjuk azt, hogy Isten, és utána minden szótárban rákattintunk a magyarra, akkor ki fogja nekünk szépen itt haingálni, hogy hol szerepel. Ebből van rengeteg, úgyhogy lehet, hogy más szót kellett volna választani, de választhatunk más szót is. Hogy kevesebb eredményt kapjunk, mondjuk millen, amely a pohár kifejezést, 20 sor, ez azt jelenti, hogy 20-szor fordul elő, aztán kiírja, hogy hol, a BNF-ben, bibliai név és fogalom, Schofield-jegyzet, Strong, és azokat láthatjuk itt. Amennyiben ki akarjuk kapcsolni ezt a rettentően idegesítő boborékat, ami így felugrik, akkor ez, ez a kérdőjel mindenhol. Ha X van rajta, akkor nem jelenik meg, Hogyha pedig nincs, akkor ha megállunk, akkor egyszerűen csak felugrik. Ez valamikor jó egyébként, érdemes kapcsolgatni kibe, mert valóban így egyszerű, ha nem kell végigolvasni, de hogyha csak görgetjük, és mindig mikor megállunk, felugrik, akkor az szerintem idegesítő. Ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy ez a kérdő ugyanúgy működik itt is, ha rá megyünk mondjuk erre a szóra, hogy Isten, akkor láthatjuk, hogy mi a helyzet itt ezzel kapcsolatban, vagy a kietlen, de hogyha rákattintunk, akkor felugrik ez az információ ablak, hogyha ezt el akarjuk kerülni, akkor csak simán visszük ide oda a nyilat. De én ezt nem szeretem, én inkább csak rákattintok, és akkor mindig látható, meg a videóban zavaró lenne, hogy kit akarja a fél képernyőt. Úgyhogy ezt ezzel a kérdőjellel kikapcsolhatjuk itt is, vagy itt is, vagy itt is. Számos beállítás található ez a beállítások nyelv alatt a kinézetét ennek az egésznek, ezeket mindenki felfedezi szépen magának, hogy hogy szeretné. Megváltoztathatjuk az összes színt, a kiemelés színét, a keresés színét, mi milyen színű, a betűk, a számok, mindenki amit akar, majd beállítja. Vannak előre beállított gombok, ez az eszköztár, amit ez jelképez itt, ez a sáv. Rengeteg van, hogyha nem a saját beállításunkat használjuk, és szerintem zavaró egy idő után. Én meghagytam azokat, amiket használok, de még ebből is van mondjuk a 70% -a, amit használok, a többit pedig nem. Úgyhogy én szépen ezeket kiszoktam ritkítani, mert akkor egyszerűbb és átláthatóbb. Ez pedig itt az eszköztár gombok láthatósága. Felhasználó barát, és majdnem minden gomb ez az ő beállításuk, és a saját pedig a, az a miénk. Ezzel a nyíllal itt, ez a körben a nyíl, pedig ki tudjuk választani, hogy mi az, amit akarunk, és mi az, amit nem. Nyilván először ki kell találni, hogy melyik gomb mit csinál, és aztán idővel eldöntjük, hogy kell-e az oda, vagy nem. De annak szerintem semmi értelme nincsen, hogy itt legyen 150 gomb, és akkor mindig keresgeni kelljen, hogy mi mit csinál. Úgyhogy inkább meghagyom a sajátomat, és akkor szépen egyszerűen látható. Beállíthatjuk azt is, hogy mekkora legyen a mérete a betűknek, ez az általános font méret, de ha jól emlékszem, akkor azt, ezt ezzel a két gombbal is tudjuk állítgatni. Ez a két A betű kisebbé, vagy pedig nagyobbá teszi a betűket itt a írásokban. A Biblia panel beállításai az fogja állítani ezt a részét, úgy, mint hogy a, az írásokat, vagy a Bibliát, a Szefert, és akkor itt ugye mindenki látja, hogy mi ez, ha ráklikkelünk, akkor mi történjen, hogyha milyen legyen a betű szín, illetve a mérete annak, és a többi, és a többi. A héber szöveg, görög szöveg, a strong szám milyen legyen. Minden, amit csak akar, mindenki beállíthatja olyannak, ami ennek csak szeretné. Az adatbázisok láthatósága az egy másik ügylet, az pedig, hogy milyen szótárakat, illetve könyveket láthatunk itt fönt. Ezeket be tudjuk jelölni, amelyik ki van pipálva, az látható, amelyik nincs, az pedig természetesen nem. Letölthetünk amennyit akarunk, és aztán egyszerűen kikapcsoljuk, majd ha szükségünk van rá, visszakapcsoljuk. Ez az adatbázisok láthatósága, és ez itt van a beállításoknál adatbázisok láthatósága. Ha valamire nincs szükség, vagy soha nem használjuk, akkor azt érdemes eltüntetni, mert egyszerűbb és átláthatóbb lesz a program, de ez csak az én elméletem. Ha megnézzük ugyan itt a szótárpanel beállításait, akkor ugyanaz a helyzet mindent, amit csak akarunk, be tudunk állítani, minden színt, betűt, nagyságot, méretet, amit akar az ember beállítja. Ugyanezt történik, hogyha megnézzük az adatbázisok láthatóságát a szótárok esetében, amelyiket kipipáljuk látható, amelyiket nem, az pedig nem. Mikor állítunk valamit az adott utána ki kell lépni a programból, és vissza, hogy az érvényes legyen. Ezek a gyors pillantjuk szolgálnak többé-kevésbé arra, hogy ne kelljen mindig itt fönt kattingatnunk, és megkeresnünk a megfelelő műveletet, hanem egyszerűen navigálhatunk a programban, és időt spórolhatunk meg. Villám, gyorsan elmondom, hogy ezek mik. Ez az első, ez a vers választó. Rákattintunk, és akkor így gyorsan ki lehet választani, hogy hova akarunk menni. Én ezt gyakorlatilag soha nem szoktam használni. A következő, hogyha mondjuk megadunk két verset, például jelenések könyve 1, illetve 1 Mózes 1, akkor ezzel a három nyillal tudunk oda-vissza ugrálni a kettő között. Illetve hát, ha több van, akkor előre-hátra menni és ezzel szintén időt spórolhatunk meg. A következő, ez a kis kör és a három nyíl, ez pedig a vers történet ablak, amit használtunk napra lebontva. Szóval meg akarjuk nézni, hogy március 12-én mi történt, vagy tegnap, vagy tegnap előtt, vagy akármikor, akkor visszatudunk menni, és látjuk, hogy mik azok a versek, amelyeket kikerestünk akkor. A következő, ez a könyv, és a felfelenyél, lefelenyél, ez az előző fejezethez lép, vagy pedig a következő fejezethez fog ugrani. Hogyha esetleg lapozgatni akarunk a fejezetek köz, vagy nem túl messze akarunk menni, akkor ezt is használhatjuk. De amúgy sokkal gyorsabb, ha egyszerűen csak ide beírjuk. Még ennél a vers történt ablaknál is, de ennél mindenképpen gyorsabb szerintem, hogyha csak beírjuk, ahova menni akarunk, ha tudjuk. Ezeket itt nem szoktam használni, ez másolás, illetve versek másolása, én csak egyszerűen kijelölöm és kimásolom. Ctrl-C, Ctrl-V működik itt is. Következő a strong számokat mutatja be, és akkor utána erről tudunk keresni. Valahogy én ezt nem találtam annyira hasznosnak, de kinek mi? Csak rákattintunk, és akkor oda visz, ugyanúgy, mintha kikapcsoljuk, és utána kattintunk rá, és az információ ablakban megjelenik. Kinek mi a szimpatikus, azt használja. Kérdőjelről volt szó, ez bekapcsolja ezt a bubarék dolgot, és akkor így van. Nem kell rákattintani, hanem egyből így felugrik. Hogyha magunknak tanulmányozzuk, szerintem hasznos, de a videókészítésben zavarna mindenkit, hogy állandóan ugrálnak ezek a dolgok fel le, úgyhogy én kiszoktam kapcsolni. Ezt jól ismeri mindenki, ez háttér, illetve a betűszín, azután azt is ki lehet választani itt. Ez, ez egy fantasztikus dolog, de tényleg. Nem kell újra és újra kikeresni mindent, sokkal egyszerűbb megtanulni, átláthatóbb az egész. Ez nagyszerű, hogy hogy ilyen van. Sőt, aztán, ha kilépünk, akkor ezt el is lehet menteni. Egyszerűen meg fogom mutatni majd a végén, vagy lehet, hogy most mielőtt elfelejtem. Kilépünk, szeretnél menteni a képernyőt, igen vagy nem. Ha nem, akkor nem mentél, amit csináltunk, ha igen, akkor pedig igen. Nyilván nem mindig célszerű elmenteni, hiszen nem mindent akar az ember, hogy ott legyen folyamatosan, de a fontosabb dolgokat, vagy ha esetleg folytatni szeretnénk ugyanazt a munkát, amit elkezdtünk, akkor szerintem érdemes, mert meg tudjuk kímélni magunkat rengeteg fölösleges erőkifejtéstől. Ezek itt értelemszerűen félkövér, dölt, aláhúzott, betűméret növelése, illetve csökkentése, ez pedig görgetés. A görgetést én nagyon ritkán szoktam használni, mert nehéz eltalálni a sebességét. A zöld X, vagyis hát a plusz jel növeli, a piros mínusz pedig csökkenti a sebességet. Nem tudom, hogy ez egyáltalán valaki használja-e, vagy fogja használni. Hogyha akarja, akkor itt van ez az opció. Ez a két nyíl lefelé, ez az, ami bekapcsolja, és aztán ugyanez kapcsolja ki is. Ez az utolsó előtti, ez pedig maximalizálja ezt a panel méretet, utána pedig visszateszi oda, amit mi akartunk. Ezt már megnéztük, lehet állítani, hogy mik azok, amik megjelennek majd az eszköztárban. Jobb oldalt az információ részén ennek a panelnak látható a keresés, ez az első, ez a nagyító, beírjuk a szót, amit keresünk, rákattintunk erre a nagyítóra mellette, kiírja, hogy pohár szó, 43-szor szerepel, illetve 43 sorban, magyarul, és akkor láthatjuk ezeket, ha rákattintunk, akkor itt alul behozza, hogyha ki akarjuk ezt nagyítani, akkor pedig láthatjuk nagy méretben. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ahogy nézi ezt a videót, próbálgassa ezeket a dolgokat, és akkor egyből meg is tudja tanulni. Hogyha rákattintunk erre a sorra, alul megjelenik, kikapcsoljuk ezt a kérdőjelet, és akkor nem fog felugrálni ez az ablak, de ha kell, akkor visszakapcsolhatjuk természetesen. Tovább pedig itt válogatjuk azokat a sorokat, amelyekre kíváncsiak vagyunk. Ezek itt automatikusan fel fognak ugrani, de ha kikapcsoljuk, akkor nem. Itt talán a leghasznosabb, mert nem kell akkor így kitalálni, meg kinagyítani mindig, megváltoztatni a méretét, csak egyszerűen felugrik és láthatjuk. Ez a nyíl a körben mindig az eszköztár teste szabását jelenti itt is, itt is, illetve, hogyha el tudom tüntetni, akkor itt nincs is. Ez volt tehát a keresés. De ha beírjuk azt a szót, mondjuk még egyszer nézzük meg, hogy magog, ezt már megcsináltuk, de most még egyszer, magyarul keres alapból. Magyarul nincs. Ha minden szótárt akarunk, akkor minden szótára kattintunk, ez a következő opció, és akkor megkeresi mindenhol a magogot. De kiválogathatjuk azt is, hogy nem minden, hanem magyar, angol, görög vagy héber és akkor úgy fog keresni. Ha héber, akkor héber karakternek kell lenni, ha görög, akkor pedig görögnek értelemszerűen. Ezekkel a kis fogaskerekekkel pedig tudjuk a szótár paramétereit változtatni, hogy hogyan keressen. Szavak kezdetére, úgy mint mágóg, ilyen kezdetű szavakra, pontos szavakra, szó részletekre, ékezettel, ékezet nélkül, teljes bibliában, új ószövetségben, ahogy szeretnénk. Alapértelmezetre visszaállíthatjuk, vagy pedig meghagyjuk azt a beállítást, amit mi választottunk, akkor le kell ugye az okéval okay jóváhagyni. Keresés elemzőt én nem szoktam használni, ezek könyvjelzők, én ezt se szoktam használni, ezek pedig a szótárak, illetve a könyvek, amiket letöltöttünk és aktivizálva vannak, ebben is kereshetünk, ezt megbeszéltük, hogy beírjuk ide a szót, aztán keresés mindegyik szótárban, és aztán rákattintunk arra, amelyik szimpatikus számunkra, amelyiket akarjuk jegyzet, én nem szoktam jegyzetelni itt. Következő ez a térkép, erről volt szó, ez pedig itt a kereszthivatkozás, ezt is megbeszéltük. Ahhoz a vershez mutatja a kereszthivatkozást, ami itt ki van jelölve. Ez ugye az ötös piros, most pedig a hatos, most pedig a hetes, és változtatja a kereszthivatkozást, ugyanúgy, ahogy minden mást, a térképet szintén, hogyha lenne ott valami, ugye a versekben, ami a térképre vonatkozik, akkor az ott megjelenne, de most nem nagyon találok itt olyat hirtelen, amiben van. Ezt itt alul én nagyon ritkán használom, de hogyha van keresési eredmény, akkor itt látszik, én nem szoktam ezt kinagyítgatni, csak egyszerűen rákattint az ember, és akkor menjen a vers az a főablakon, és megjeleníti itt. Láthatjuk, nem kell mindig ide-oda nagyítgatni őket, meg mozgatni. A videóból szerintem kiderül, hogy nagyjából mik azok, amiket én használok, vagy hogyan is használom ezt, de nagyon gyorsan hagyd mondjam el. Például ez sít, első fejeze. Ha rákattintunk a szóra kezdetben, akkor megtudjuk azt, hogy ez sít. ugye bárasít, innen a név kezdetben. A leggyakoribb előfordulása a legelső, és azután egyre kevesebb szer fordul elő abban a jelentésben, amit látunk. Kezdet kezdeti ősi, ezután valaminek az eleje, az elseje, a legkiválóbb, a legfontosabb főfeladat, legfőbb tevékenység, legkiválóbb íjász, stb. Etimológiája ez egy nőnemű főnév. Ezt mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy nőnemű főnév, annak ellenére, hogy magyarban nincsenek nemek. Legalábbis etimológiában. Szavakat általában visszavezeti az igéhez, itt pedig láthatjuk, hogy Ejsd erre és Ez pedig a BDB Brown Driver Bricks. Nézzük tovább, és akkor megyünk tovább a Gesiniusra. Ott megadja ugyanazt a Strongs számot, 7225, Resit, kezdet, kezdeti korábbi idők, vagy pedig első az etimológiában, pedig visszavisz ahhoz a szóhoz, ahonnan ered, ez pedig nem más, mint a ros, úgy, mint hogy az ember feje, elsősorban, valami csúcsa, teteje, stb. Sorolja felfele megint nekünk a jelentését, megyünk végig, hogyha valami ritkán fordul elő, akkor ahhoz megadja a hivatkozást, és akkor meg tudjuk nézni abban a versben, hogy mit is jelent ez a szó ott. Ez pedig egy hímnemű főnév és ROS sémi alapszó. Ha rákattintunk a Strongs számra a jobb gombbal, keresés a Bibliában meg fogja mutatni nekünk az összes helyet, ahol h 216 szerepel, ez 112 alkalom, 112 sor, a magyarban ROS, bocsánat, ez a OR és ezeket itt felelhetjük. Aztán, hogyha tanulmányozni az szeretnénk, megnézhetjük, hogy mit jelent, hogy jelent, milyen szövegkörnyezetben fordul elő, és a több. Még egy dolgot hagyj mutassak, ez pedig az, hogy jobb gomb, szó elemzés, akkor pedig megtudhatjuk azt, hogy milyen jelentésben használja az írás ezt a szót or. 125 alkalomból láthatjuk, hogy egyszer derű, egyszer fény, fény, fényes, fényétől fényével fényt, fényüket folyója, stb. stb. és itt megyünk tovább, és láthatjuk, hogy világosság 21 alkalommal, világosság a világosságában, plusz megtudhatjuk természetesen, hogy melyek azok a helyek, ahol előfordul, konkrétan elolvashatjuk ezeket, és eljutunk egészen oda, hogy virradat. Innen mehetünk egyből jobb gomban, fellapozás a szótárakban, abban a szótárban, ami ki van jelölve, vagy mindegyik szótárban, illetve kereshetjük mindegyik szótárban, ugyanúgy, ahogy amúgy is tudnánk keresni H-216, beírhatjuk ezt is ide, és kereshetünk a Strongs számra is. Megnézzük azt a szót, hogy Eget, ez ugye Samaim, vagy Sámai, megnézzük a jelentést, etimológiát, mindazokat, amiket leírnak róla, és azután eljutunk egészen ideig, H864, fellapozás mindegyik szótárban, és a Héber görögnél láthatjuk, hogy a samaim szó hogyan jelenik meg a Berit Hadasában, a g strong szám után Astron, Helios, Uranios, Uranos vagy Ep -Uranios. Most tehát tudjuk, hogy a samaim a Berit Hadasában így fordul elő, úgyhogy mikor ezeket a szavakat látjuk a Berit Hadasában, akkor azonosíthatjuk ezzel az éget. Ennél van egyébként egy jobb módszer is. Az pedig az, amit már megmutattam egyszer egy videóban, rákattintunk a görög szóra, oránosz, és aztán keresés a Bibliában, ugye itt nem talált, de hogyha a görögöt nézzük, akkor viszont fog, megtalálta, ez pedig a szeptolginta lesz. Láthatjuk, hogy 1 Mózes 2. 1, amikor az égről beszél, ez Samaim, de ha átváltunk az LXX-re, a Septuagintára, akkor megtalálhatjuk az Uranos szót. Ami azt jelenti, hogy az ég, amit itt használ, Samaim, ez ugyanaz a szó, amit használ például jelenések könyve, vagy Hazon, 6. fejezet 14-es vers, mikor arról beszél, hogy az ég eltakarodik, vagy az ég csillagai. Ez ugye itt a 13-asban, az ég csillagai, ez uránó, hiszen birtokos szerkezet, és így nem ugyanaz a szó, tehát erre nem keresett rá, de ez itt Uranos, ez pontosan szó szerint ugyanaz alanyeset. Sőt, mindezek a versek itt megmutatják, hogy hol használja még a szeptoginta, a görög verzió, ezt a szót Uranos. Tehát megtudhatjuk, hogy a szó a beréhársában mit jelentett a tanákban. Hagyj mutassak egy érdekességet ezzel kapcsolatban, mert ugye a hát végül is kit érdekel. Nézzük meg az egyház szót. Ha rákeresünk az egyháza, ez Efézus 3 fejezet 10 versben jelenik meg először egyház. Ez egyébként ekleszia. Ha rákeresünk ugyanígy mindegyik Bibliában, akkor láthatjuk azt mindegyik verzióban, hogy ez a szó Ekresia, 3 Mózes 8-as fejezetben már megjelent. Gyülekezet az egész ekleszia gyűjts egybe a gyülekezet sátorának nyílásához. Tehát az egyház az lehet, hogy egy új dolog az emberek számára, de az ekleszia létezett már a kezdet kezdetén. Ezért van az, hogy Mikeástól jó át, prédikátor, zsoltárok, jobb, nehemiás. Ésrás krónikák, királyok, virák és a tanák szintén használják ezt a kifejezést ekleszia. Ez mindig is azokat az embereket jelentette, akiket Elohim kihívott a világból. Ennek semmi köze a kereszténységhez, vagy egy keresztény gyülekezethez, vagy a katolikus egyházhoz. Ezek azok az emberek, akik kijöttek a világból, és úgy élnek, ahogy a Tora tanítja azt. Ezért van az, hogy előfordul a Tanákban ugyanúgy, ahogy a Beri Hadosában. Hiszen mindig ugyanazokat az embereket jelentette, akik a hitük által élnek és a torát követik. Gondolom mindenkinek feltűnt, hogy ha folytatnánk ezt, akkor ez egy véget nem érő történet lenne, úgyhogy itt befejezném ezt a részt, aztán majd a jövőben, ha esetleg még felmerülnek kérdések, akkor azt is megpróbáljuk valahogy kezelni. Legyen elég ennyi. Hogyha esetleg valamit nem érintettem ebben, akkor visszatérhetünk rá majd a jövőben. De annyit hagyd tanácsolja, hogy a legegyszerűbb tanulási forma az mindig a felfedezés. És ez a leghatékonyabb is egyben. Mindig mindent az ember nem kérdezhet meg, és nem várhatja el mástól, hogy azt megmutassa neki, elmagyarázza és őt megtanítsa, különben elveszik az a képességünk, hogy önállóan rábukkanjunk az igazságra ha visszaemlékszik mindenki a gyerekkorára, minden érdekelte, mindenhez odaszaladt, megnyomogatta, megszagolta, megnyalogatta, és így megtanult rengeteg dolgot gyorsan. Ne hagyja senki, hogy a rohanó világ és a saját türelmetlensége kiölje belőle ezt a képességet, és megfossza attól az élménytől, amit a felfedezés nyújt. Szóval amikor nem válaszolok valakinek, az nem azt jelenti, hogy nincs kedvem, vagy nincs időm, vagy nem akarok foglalkozni vele, vagy engem nem érdekelő. Hanem egyszerűen, mint minden jó tanár, próbálok időt hagyni arra, hogy a tanuló felfedezze saját magának azt, amire kíváncsi, mert így sokkal inkább magáénak fogja tudni, és az mélyebben és hatékonyabban be fog épülni az elméjébe. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halló! in shalom